egybevág az elemzői várakozásokkal mindaz, amit vasárnap az Európai Bizottságtól hallhattunk? Én úgy vélem, hogy igen. Teljesen egyértelműen ezt sikernek lehet értékelni a magyar kormány szempontjából, hiszen ha pontosan megfejtjük azt, hogy mit is mondott az Európai Bizottság, akkor arról van szó, hogy amennyiben a magyar kormány minden olyan vállalását teljesíti, amiben a tárgyalások során megegyeztek, és erre a magyar kormány teljesen nyitott, nagyon régóta azt kommunikálja, hogy nyitott, sőt, lépéseket is tettek ennek érdekében, hiszen benyújtották azokat a módosító javaslatokat, amiket megígértek, akkor hiánytalanul minden európai forrás meg fog érkezni. Azaz a baloldali sajtónak az a narratívája, hogy mindenféle sok ezer milliárd fognak zárolni, ez egyáltalán nem igaz. Ez abban az esetben valósulna meg, hogyha a magyar kormány nem teljesíteni a vállalásait. De még egyszer ismétlem, hogy a magyar kormány teljesen nyitott erre, sőt, konstruktívan vettek részt ezen a tárgyalásokon, tehát mindent elvállaltak, amit az Európai Bizottság kért, vagy amit nem tudtak elvállalni, abban olyan javaslatot tettek, amit az Európai Bizottság is el tudott fogadni. Azaz rövid az állva, ez egy teljesen sikeres tárgyalás volt, hiszen a folyamat végén meg fognak érkezni az EU-s pénzek, amik előreláthatólag majd a jövő év elejétől kezdve lesznek folyósítva. Ugye itt arról van szó, hogy módosítják a közbeszerzési törvényt, létrejön a miniszterelnökségen belül egy külön integritási főigazgatóság, új eszközt vezetnek be az elektronikus közbeszerzési rendszerben, módosítják a NAV törvényt, a közkiadások átláthatóságát javítják, a BTK-t módosítják, tehát mindezek a lépések úgy tűnik, hogy helyénvalóak, de ugyanakkor elemzőként ön nem lát veszélyt abban, hogy egyfajta trójai falovat is becsempésznek ebbe az Európai Bizottság részéről, ezekbe a módosításokba, amire csak később derül majd fény, hogy hát ez egy olyan módosítás volt, amit adott esetben kihasználhatnak azok, akik Magyarország szuverenitásában, egyáltalán a nemzetek önrendelkezésében nem feltétlenül érdekeltek? Én veszélyt ebbe nem látok, két ok miatt sem. Az egyik ok az, hogy a magyar kormány, amikor végtárgyalta ezeket a megbeszéléseket, akkor ott nagyrészt jogászok küldtek, akik pontosan értik ezt a nyelvet, amin ezek a tárgyalások zajlanak, értik azt is, hogy pontosan mit kérnek. És biztos vagyok benne, hogy amikor ezeket a megbeszélt dolgokat jogi nyelvre ültették át, akkor pontosan úgy ültették át, hogy a magyar nemzetnek, meg a magyar államnak a szuverenitását ne sérüljön. A másik dolog pedig az, hogy én abban is biztos vagyok, hogy azért tett a magyar kormány ennyi vállalás mondjuk a korrupció üldözésére, mert egyébként nincsen félnivalója. Tehát teljesen nyitott kapukat döngetett az Európai Unió, amikor erről megállapodtak, és úgy tűnik, hogy a magyar kormány szándéka az tényleg valós, hiszen be is nyújtják ezt a kezdeményezéseket, föl fog állni egy integritási hatóság. Én úgy gondolom, hogy igazából hosszú távon ez mindenképpen veszélytelen, és ha azt is megnézzük, hogy mennyi mindent kapunk ezért cserébe, akkor pedig teljesen egy win-win szituációról van szó. Beszéljünk egy kicsit a Dobrev Klára által bejelentett árnyék kormányról, hiszen talán a Gyurcsány párt volt az, amelyik a leginkább egyfajta messiásként várta az Európai Bizottság igen komoly fellépését és Magyarország pénzügyi zsarolásának egy magasabb szintre való fokozását, csúnya szóval. Ugye vasárnap délelőtre időzítették ezt a beszédet, talán arra számítottak, hogy ugyanebben az időben a bizottság az uniós pénzekkel kapcsolatban majd jól a földbe döngöli Magyarországot, és hát egy ilyen helyzetben jöhet majd a DK-s mentőv. Esetleg az időközi választások általuk remélt eredményeit akarták meglovagolni, de a jelek szerint egyik sem jött be. Mennyire kalkulált el magát a Gyurcsány házas pár ön szerint ezzel az árnyék kormánnyal? Hát az biztos, hogy a brüsszelben ők azért dolgoztak politikai haszonszerzés céljából, hogy Magyarország megkapjon forrásokat, de hogyha visszatérnénk arra, amire a kérdés irányult, akkor én azt mondanám, hogy a maga az árnyék kormánynak a bejelentése az teljesen véletlenül pont az összödi beszéd évfordulójára irányult. Én azt hiszem, hogy csak erről szerették volna elvinni a média figyelmet. Másrészt pedig, ha megnézzük ezt az árnyék kormányt, hogy mégis kikből áll, amikor először rápillantottam, nagyon úgy éreztem magam, mint hogyha újra 2006 és 2009 lennénk. Tehát teljesen ugyanazokat az embereket próbálja visszahozni a közelbe Gyurcsány Ferenc, akikkel egyszer már a szakadék szülére sodorták az országot. Azaz a baloldal az elmúlt 15 évben egyáltalán nem újult meg, ugyanazok a szakmailag már megbukott emberek állnak Gyurcsány Ferenc mellett, mint akkor.
Másrészt meg, hogy miről is szól a kezdeményezés, hogy a közjogi jelentősége annak, hogy a DK vagy bárki árnyékkormányt jelent be, annak valójában nincsen, hiszen ez csak egy szimbolikus lépés. Ennek az angol száz világban van egyébként hagyománya, sőt a Fidesz is próbálkozott ilyennek 2006-ban, de én tényleg azt gondolom, hogy ez inkább, sokkal inkább arra irányul, hogy a DK egyfajta cselekvőképességet mutasson. Ugye, hogyha megnézzük az ellenzéki télfelet, volt egy hatpárti összefogás áprilisban, ennek az 5-6-od része gyakorlatilag tett halott állapotban van, vagy még inkább halott állapotban van, egyáltalán nem mutatnak semmiféle aktivitást. Ezzel szemben ott van a DK, aki egész nyáron a kommunikációs napi rendet épített, hogy készülnek, az emberek elkezdtek rájuk figyelni, beszéltek róla. Most bejelentettek egy olyan lépést gyakorlatilag, aminek egyébként nincs is hagyománya, érdekes az ember fülének, beszélnek róla megint, és ezzel ki is tudják domborítani magukat az ellenzéki térfélen, hiszen még egy Momentum, vagy egy Jobbik, vagy egy Párbeszéd gyakorlatilag semmit nem csinál, addig a DK folyamatosan uralja a médiát, mindig tesz van olyan lépést, amiatt róla beszélnek. Azaz ez sokkal inkább arról szól, hogy a DK látható szeretne lenni, és nem arról, hogy ennek bármiféle közjogi jelentősége lenne. De mit okozhat ez az árnyékkormány, maga ez a jelenség az ellenzéki oldalon? Tehát tovább osztódnak, mert azért nagyon fel voltak háborodva a kisebb pártok. Vagy éppen ellenkezőleg ezáltal erősödhet ez a Gyurcsány família Kft. Én azt mondanám, hogy szerintem kár itt már ellenzéki pártokról beszélni, hiszen ha megnézzük az ellenzéki térfél nagy részét, akkor ott 0-1%-os pártok vannak, gyakorlatilag nem játékosak már ez a pályán. Én azt gondolom, hogy a DK-nak a kísérlete az arra irányul, hogy az áprilisi választás után szétszélett és demoralizált választókat ezzel a cselekvőképes politikával újra összeszedje, és a saját, tehát a DK zászlaja alatt egyesítse a tábort. Én úgy gondolom, hogy a DK most elhatározta, hogy rámegy azokra a szavazókra, akik ebbe a baloldalba már azért nem hisznek, mert nem csak a kormányzó képességükben nem hisznek, hanem az ellenzék képességükben sem hisznek. A DK most ezt próbálja bizonyítani, és én szerintem próbálja összegyűjteni azokat a szavazókat, akik időközben lecsatlakoztak a baloldali pártokról.